köszönöm én is a gondolatokat. Megkérnék a technikus, hogy húzza kicsit a zenét. Mosolyog az Úr, jók vagyunk. Még egy pár gondolatot szeretném megosztani. A második és a harmadik gyertyánál, Szabolcsnál, pontosan Berek megyéből voltak itt vendégek. És mielőtt az Agapénak, az asztalnak az áldását is vehetnénk, egy Kölcséntől gyűjtött betlehemes pásztorkántához szeretnék mindenkinek elmondani. Ezek szeretnék mindenkinek áldozkálatot kívánni. Betlehemi mezőkön pásztort anyáznak, hosszú ideg éjszakában nyájukra vigyáznak. Éjtsen közöttük, csillagoség felettük, szívük tele szent vágyjal, hittel imádsággal. Hitükre felel az Úr, megnyílt eget látnak, betlehemi pásztorok, melyből szót hallanak. Bízzatok, ne féljetek, nagy örömet hirdetek. Amit szívetek, hogy régen várt, Krisztus megszületett. Testvéreim, ti nem halljátok talán, hogy Jézus kopogtat a szívetek ajtaján. Zejden zörget, türelmesen vár, bezárt szívetek, hissátok meg már. Ne aludjatok hát, ébredjetek fel, megváltó Urunkat fogadjátok el. Hiszen ő szeret, szeret igazán, azért kopogtat szívetek ajtaján. Terhetek leveszi, bűnötök fedezi, ami néktek úgy fáj, sebeket beköti. Fohaszkodjatok Jézushoz, aki ma született, mindkét kezével áldjon meg titeket. Élhessünk még sok-sok boldog karácsonyi ünnepet. Áldott éveket kívánok mindenkinek. Megköszönöm mindazoknak az embereknek, akik ezt a négy adventot most már tizedik alkalommal segítik. Köszönöm a baráti társaság valamennyi tagjának, a polgárőröknek, óvodásoknak, felkészítőiknek, iskolásoknak, az énekkarnak, és mindazoknak a személyeknek, akik idejönnek naponta, vagy pontosabban délelőttönként segítenek csinálni sátrat, amit most épp a szél elvitt, segítik a hangosítást, sütik a kalácsot. A Jóisten áldja meg őket, és önöket is. Áldott ünnepeket! Most